legalábbis ahogy nézegettem ezeket a című filmeket. Hogy? Hát gyakran van ilyen, hogy hát pont ez a szöveg, hogy ma megtanulunk gitárt. Nem, én ma nem fogom. Ebből a megforgásból kiindulva. Azt szoktam csípni, amikor ki van írva, hogy drift gyakorlás és Nürburgring valami Porsche-val. Ezért volt jó múltkor a kergetőzés, mert driftelve is lehet kergetőzni. Sutokón is. Adnék egy Grandshire driftet. Hát, oda kevés vagyok. Ebben kérdezik napokkal, nem? Meg volt az érintőpont. BMW-kkel eléggé szokták tolni. 3.28 impact-tal, kompakt-tal legalábbis biztos. Ezt nagyon ocsványul végig tiltottam. Hú, de beletorpant a kormány. Aha. Megvan az első zsákérintés. Ja, oké, megvan. Szerencsére már jó régen nem volt. Hál' Istennek. Azért nagyon nem. Csak úgy éppen, hogy emlékezzek rá, hogy mire kell figyelni. De... nem oda dobtam. Egy sütak a C, egy driftelgetés. A Sideboys-a... a Sideboys autó pedig el jó lenne. Kimaxoltam az érintési pontot. Ezt viszont nagyon nem. Na igen, ez volt az igazi kimaxolás. Oda is vertem. Most sem megtanulom, hol hogyan jól menni. Hát csak meg is kéne tudni csinálni. Hát figyelj, tegnap a Tandóbadival már azért eléggé éreztem ezeket az éveket. Ennek a terhelés váltásával nem vagyok, igen. Későn szedem vissza. Ha adnék rá force feedbacket, az segíthet.
Nem alapul, milyen erősségre van állítva neked. Hát most 100%-on volt. Most 100. És content managerben. Azt nem tudom. Aha. Kicsit kézzel kellett valamarabb ráindítani, és jó lesz. Viszont már most érzem, hogy kell nyitnom egy ablakot, különben ide döglök. Úgy ráhajintottam a telefonra a fejhallgatót, csoda, hogy nem tört be a kijelző. Túl nagy a tempó. Nagyon beletolt benne a közepén. Majdnem végigfűztem három kanyart, úgyhogy a kormány csak megszorítottam és nem tekertem. Jövök utána. Kár volt. Generálok egy kis füstöt. De jó, hogy előttem vagy. Aha. Itt belül van az érintő. Nem, én kívül láttam egy sárga érintési pontot. Hú, baszki. Későn engedtem vissza. Ott van az érintési pont előttem, én látom. Tépésed. Okay. Ja, jó, hogy ezt visszatom nézni a streamen. Ja, így elrontod és így lenézel a control monitorra. Aha. Oda be! Jó, megvan az érintési pont. Az viszont... Az nincs. Hát, figyelj, pont... Nem, az nincs. Ezt nagyon későn, nagyon későn kezdem el korrigálni. Pont jó volt, nem kellett R-be váltanom, mert pont meglöktem. Nem belül volt.
kezdtem el rugdosni, már kupukott világba. Ja, ja, hogyha ez a hosszú balocs megvan, akkor majdnem olyan, mint ott a madám. De kiengedtem. Jaj. Hát ez bent volt. Az enyém nem. Én téged próbálok utolérni. Nem. Nagy. Terhelésváltások még nem a barátaim. Ó, mekkora. És még így is visszaérünk körbe. Ebben már nem. Bocs, meg volt a sárga érintési pont. Jövök egy új bal elejével. Na, ez így jó. Oda is ki. Igen. Ide még kellett volna egy 125 kb. Másodikba végsebességnek. Ne egész eddig olyan szép volt. Ez nem tudom milyen indítás volt. Akartalak nagyon kiszorítani. Az még talán a radaron is egymásba ért. Úgy látszik, hogy ha te vagy a chased, akkor itt beforogsz. Vagy leader. Jó. Volt egy kis érintésem. Fú, de jó, hogy nem tapadt oda a kocsi segge, azt rántott be izomból. Itt viszont elfogyott a perdület, bazd meg.
Ott nagyon határon vagyok én is, hogy megmaradjon. Nem, ott akkor van esélyed, ha tudsz jó nagyot dobni, és akkor van hova pörögni a keréknek. Amint kiegyenesedik, és nincs meg a külön pördület különbség az aszfalt meg a kerék közt. Ja, már nem rakod vissza a szöget. Jó, ezt lehet, hogy nem lesz drága, egy pár gyors kötöző megoldja. Meg egy sárga filc. Itt kellett valami nagyobbat dobni. Nem jó, kitolta az elejét. Próbálom én is mellőzni a kézit. Azzal is követhetőbb maradja. Kell egy pár új gumi ide a pálya szélére. Várj, nekem lehet kellene új gumik, szerintem már nem tapad az eleje. Már is jövök. De... adhatunk egyet itt a madán is. Mondjuk ott sokkal több a... mi a fasz? Mennyi nyújtan előre? Terhelésváltás, és szerintem erre én még nem állok készen. Ah, nincs ennyi rá a fejem. Írtó még nem megy. Nagyon kint vagyok. Nem volt nagyobb kormányszög, nem tudtam kirakni a gumifalra. Kormányt kitekertem, teljesen mondom, menjél oldalra. Nem ment. Dominik Skoda. Slota. Skoda. Hopp, gumik. Terveztem az előbb is. Vagy 10 méterrel, ha sikerülne ezt a nagy kanyart elkezdenem hamarabb, akkor még jól is néz neki. A kis egyenes után? Hát a végső kanyart.
ott értél minket, te is. Rátok fordultam. Dude, sikerült belefékeznem, hogy nem vertem picsán. A dobálásokban és fulladásokban. Ezt nem szoktad ennyire behúzni. Ja, nem. De szerintem ma még nem sikerült kiengednem. Itt is nagyot dobtam, bocs. Nem látom a pályanyomvonalat? Akkor a füst. Egy kicsit nekem is lejjebb kéne azt lenne. Hol is vagyunk pályaügyileg? Jojj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 
Azért ezt nehéz volt kivitelezni. Visszafulladtam. Bocs. Ha-ha! Ojoj. Gambinónak mehet a... Tuda... Azt a kurva eget. Jó, oké. Foglalkozás kezd elérni a célját. Ez megint korai. Hello? Jó, pedig amúgy lett volna még időt kidodzsolni. Ó, full szögön. Ajaj. Full szögön volt a kormányom. Ne? Nem.
Jaj, ez nem a fék volt. Halló. Halló. Látod, mit művelök? Ja. Láttam. És ez már nem a tandóban, de? Pötyár. Nem, ebben van egy kis önkínzás is most. Hát, nem ön, vagyis hát igen, de gyúrási céllal driftelünk most. Vagy legalábbis én 110%-os force feedback-en. Te vagy közvetlen mögöttem? Aha. Hát a közvetlen az túlzás. Azért a Miskolc-barcikai csuklós sikarusz még közé férne. Ok. Dodzsoltam mindenki. Látsz, nem megy. Jó van, újra kell bőrözni a kormányomat. Ez alatt az egy hét alatt ledrifteltem róla a gépet. Jaj. Közérdekű bufogások hallották. Rabócsring pályáról egyébként van valami info, hogy ez létezik? A bócsring. Rabócs. Mária Pócsot tudok. Milyen ring? Rabócs. Mondjuk én nem... Mi az a Mária Pócs? Az a track food. Nem? Nem tudom. Nem értek a magyar pályákhoz. Igen, Strapple. Az van. Ez szerintem élő szerver nincs. Hát figyelj, majd akkor a cég... És van! Van Formula Drift autókkal, aha. Én a Piskolti Kevinnek akarok az E92 évvel menni. Hát van itt egy M2. D-dizájnos. Bement? Itt vagy? Követő kamerát, mert ő viszont tényleg sokat panaszkodik el. Miben lehet azt elővenni? Az a F1. Nekem az F1 sem megy. Az F1 a... Hát az a PIT kamerád is. Játékban volt már tinta. Na itt vagyok a Friendsben, miért nem dob föl senkit? Így bement. Beállítjuk a követő kamerádat gyors, jó? Mi? Paraszkodtál, hogy nincs elég távol a követő kamerád? Ja, igen. Némelyik autónál, meg némelyik szerveren. Van, ahol meg tök jó valamelyik autónál. Na. Állíthatjuk. Ha. Settings. Azettó Corza. Videó. Ahol is volt.
Ja, Chase kamera. Igen. És ott tudod állítani külön a first, meg a second kamerát. Távolság, magasság, meg dőli. Ja, ez a magasságos, ez jó. Járom mind a kettőt, távolíts. Köszönöm. Ezt mondjuk nem tudom elszívelni. Ezt így megjegyzi. Ahogy úgyis. Az egyetlen dolog. Nem ügyes. Köszi. Na, Prot, készen állok a tandemre. Itt vagyok. Tetrám! Tetrád? Rám tette! Nem is kicsit. Jaj, elizgultam. Most jobban. Nem, nagyon lelassultam valamit. Fogtam, azt itt lábdoboltam a féken. Tehát... Milyen szerveren vagytok? Tamadán. Nekem Tamadára. Ja, jó, nem szóltam. VDT autós. És vagyunk fenn, most jól látom. Hárman. Majd én elmegyek, ahol nem zavarom a többieket. Hallod? Na ezzel kifogsz... Le fogsz ízadni rendesen. Még itt nem próbáltam átjönni, itt is át lehet. A bolyák azok barátok. Cipőbe vagyok. Majd egy szerelőkesztyűt vigyél haza volna. Van amúgy még passzább is, mint ami a szervizben van. Az ilyen tapadós gumis, azt szerintem nem lenne jó. De nem, igaz, nem a kesztyű múlik, hogy én béna vagyok. Nem érzem még. Nagyon nem. Hallod, hogy baj lesz, bazd meg, hogy a kibaszott kábelek minden ide lóg. Hoppá. Direkt volt. Ez nem. Ez már nem. Egyáltalán látszódott, hogy csináltam egy 360-et. Látszódott. Azt... Látszódott, hogy csináltam egy... Mások 100-ról, vagy 0-ról 100-ra videókat csinálnak, én meg 100-ról 0-ra. Mondja, hogy kell hozzá egy fal. Tudja az autód a 100-0-át. Ajaj, megy le a nap és zár a pálya. Rád kell menni Cukubára? Rakahatok zenét? Csapján ott a bot. Csak... Hogy kell lejátszani? Először stoppol rámasani. Nem, kötőjel. Kötőjel. Csak lehetőleg ne copyrightosod. Mondjuk elég halk. Fogalmam nincs. Akkor az lesz. Kötőjel, szóköz nélkül play. Így van. Vagy elég egy sima K betű. Kötőjel P, és akkor szóköz link. De először stop. Megállítottam? Szerintem rossz helyre írogatsz.
Hát a Hydrának a Music Board-ba, nem? Ja, a Music-ba. Music kötője a bot, ez a csatorna. Igen, de ne abba, a Music-ba. Ja. Aha, oda. NASCAR! Most kell. Már hangosabb. Ez kurva. Jó, hallod? A punk zenéket szeretjük, azok nem copyrightosak. Megpusztom a kézét, levettem a turbonyomat. Néztem driftes videókat, és pont úgy csinálják a csávók, mint itt teáhogy csinálják fel az ügyesebbek. Hogy? Ahogy itt a játékban csinálják a... Túl hangos volt ezen, hallottalak. Nem lehet volt a nevő nagyobb, nem tudom. Sőt, akadozzal is most. Ez győdik. Figyelj csak, adjak egy jobb beállítást. Elkezdtem az autónak egy kicsit a... Semmit nem állok már. Most mond. Picit megpiszkáltam a futóművét az S13-nak, oda adjam a beállítást? Kicsit könnyebben csúszik a segge. Hát azzal, hogy csúszik a segge, azzal nincs bajom. Azzal van bajom az, hogy nem tudom kanyar után megfogni, amikor még ha is veszek egy kanyart, átcsap a másik oldalra és vége. Nem én irányítom, hanem ő magától csinálja. Te kezd el hamarabb elvenni a gázt. Tegnapig az volt, hogy túl sok gáz. Hamarabb kell elkezdeni felkészülni a következő kanyarra és egyenesbe szedni a kormányt. De egyébként ezek a nagy íves kanyarok, ha már egy ilyet be tudsz fűzni, az már egy hatalmas nagy előre. Sose fog. Itt, ami van, ez a két nagy palosív. Nem adta ki! Jajjaj! Az se. De amúgy lehet tandóba adira át kéne menni. Ezt azzal tanulgatni. Szerintem menjünk akkor Grip Playgroundra. Te is azt várod, hogy gyorsítsak én is. Oh.
Ezt láttad? Voltam. A világ összes szöke benne volt a kanyarba. Tessék. Csak lett. Nincs tuda. Ja, de van. Csak ilyen kis kacsa biciklik űrt. Miért vagyok ilyen kurva béna? Rossz kanyar. 41 a pingdi. Felraktam Mandinára. Akarod, Mami, nem? Ajjaj, kevés a sebesség. Kari! These nuts! Nem jó! Bocs! Visszapillantóban mácska füstbe ment terved, láttam. Csináltatok már 360 oldalra? Meg volt a szendvics. Két sárga közt a piros. Hopp. Direkt néztem, hallod, a horradart néztem. Na mondom, jössz, 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 pirosan, na akkor mondom, jó. Kintebbre akartam engedni, ezt beletorpantam. Be volt innen fajt a kék. Hát, nekem is. Nem jó.
Igen. Szűkre. Ha-ha! Korán indultam. Valaki lekapcsolta a lámpámat. Ez most nagyon jó volt. Valahogy lemozgattam ezen a helyről a kormányt. Eddig ilyen mozdulatokat nem csinált. Mindenhova is füstöt raktam. Háztetőre mentetek már föl? Nem. Hol lehet? De szándékosan, vagy? Persze, hogy nem. Ah, teljesen véletlenül szuper nagy szögbe raktam, azt nem csúszott el az Apex-ig. És meg nem engedtem. Zsír. Tök vicces, egyszer annyit látok, Clement itt van a parkolóba. Második kép, Clement a pálya másik végébe. Féregjük a pontot? Keresek egy olyan helyet, ahol esetleg meg tudok tanulni driftelni magamtól. Esélytem, teljesen esélytem. Na, hogy nekem fél évben betelt, mire újra tanultam 540 fokot 900-ra. Nem olyan nehéz az. Fél év, haver. Egyszerűen átcsap örökké a másik oldalon. Hamarabb kell elkezdeni. Azzal van vége. Hamarabb kezdel az egyenes beszedést. Mikor? Sokkal hamarabb kezdje el visszaszedni egyenesbe. Nem érted, hogy én nem kezdene visszaszedni, hanem ez magától áttekeri a jó szakát. Uralt. Ugyanarra van ugyanarra áll a kormány, alászedve, ellentétesen, érted? Tehát, hogyha jobbos a kanyar, akkor balra van alászedve. Ha játszok a gázzal, ha nem, ha játszok a gázzal, akkor kicsit tovább tartja maximum. De aztán átcsap balra, amerre áll a kormány.
akkor meg több gáz kell. Érezhetetlen számomra hozzon valami. Tehát betapad a hátulja és kihúzza az eleje. Azt mondhatom. De most több gázt adok és ugyanazt csinálja, csak egy kicsit hosszabb elnyújtott a mozdulat. Ha teli gázt verek, akkor meg befordul, mint egy szögmérő maga körül. Mi bazd meg, ha kicsit szedem alá, ha nagyon ugyanaz az eredmény. Feedback mennyi van? 100. Már random, így megfogom a kormány néha, de... semmi változom is. Én megfogtam a korlátot random, így néha... Nagy változás volt. Igen! Ez egy kurva nagy változás volt.
Hopp. Ne. A fost. Szép mentés. Összes gondot a kormányon. Jöhetsz. Csak még néztem ezt a reklámtáblát. Azt hittem el tudom fűzni szorosan mellett, de már nem volt tempó. Nekem ma estére egy skót szörkúzolást élnék. Mehetünk fel a nap. Van ott új kocsi. Szert le kell majd tölteni. Na, milyen autó jött be? Egy Skyline. Elég baszó Skyline. Kettő B Subarut hoznák vissza. Egy könnyű, összkerekes, jól vezethető autó öreg embereknek. Meg nekem. De amúgy igen, pont úgy szoktam vele vezetni. Én igazi öreg emberekre gondoltam. Ohó! Ajaj! Jajaj! Ezt ide beparkoltam. Thank you.
Ajjaj. Oh no. Kuplung. Kösz. Pont köszöntelek. Kell nekem bazd meg háromszor áttekert kormánnyal még fényszórót állítani. Nagyon tetszik neked ez a tábla ott. Tedrám! Tede! Azaz! Aaaaah! Azaz! Jaj, de jó volt! Hopp, lenyomtam a lámpát! Meg lesz! Szép! Nyom belőle, értem. Sok. De szépen elforoltál. Azt a... Hű, a válom. Kérdetes megérkezés. Kérdetes eldobás. Részedről is? Ó, hát hogyne. Figyelj! Gyere, vedd fel a lapot! Rossz irányba kezdtem.
Pont fingraszkodott meg a kurva. Kicsit balra, kicsit jobbra. Padló. Kicsit rázón. Kicsit füvön. Majd offroad. Igen, szálljuk a pályát. Ide kéne valami jó a megérkezést kitalálni. Igen. Ide. Csak úgy tudok tenni, hogyha előtte egyenesbe vagyok. Én nem. Én pont úgy nem tudok. Mondjuk, ha megrángatom, akkor főleg nem. Hát ez az. Ó, pedig... Elmondom, biztosra megyek. Gondoltam, hogy... Official layout. Ez a... Nem, ez az, ez nem az. Erről teleportálod. Hallod, nem vagy itt velem. És beadtam. De mondjuk lehet van rajtam egy olyan, hogyha valaki követ, akkor ugye van rajtam egy nyomás, és picit tempósabban akarom. Igen, gyűlölöm amúgy. Rendszeresen. Ennyi. Nehezen vetkőzöm le. Ennyi. Aj. Megyek. Hopp. Betapadt, hogy mi volt? Itt berengedte magát.
te is kicsit megnézted milyen belül. Meg a tábla. Ups. Csak azért fordultam meg, hogy lássam a driftet. Na, így kéne rendes tempóval is. Hol a gomb? Melyik irányban? Van R34, 6-os láncszer, 190E, M3, E92, E30, E36 kompakt. Elmondta. Naklement, menjünk húzolgatni? Van hacsi. Nothing. Kombi Impreza. Na, mit csinálja? Kilépjek? Ja. Az Arton Grand keresőkkel. Jó, hogy a 600 lóerő Skyline itt van, a 280 lóerős távó mellett. Hú, de jót mentem a végére. Na, ezt elsávézzük. De jó, hogy sávézzük. Egy óra 20 percet mentett le. Hogy van? Cerb Reblaj. Ennyi? Ja. És jó, felül média. Az annyira az én emlék. Na, mondta egy olyat, hogy le kell tölteni. Honnan kell tölteni? Azt kell bérni, hogy Arto Grunt a... Hova? Szerintem azt már beírtátok szerverkeresőbe. De tudod, hogy felmegyek, és akkor látom, lesz hiányzó kocsi. De azt honnan szedjen le? A Content Managernél lesz itt a gomb. Oké, akkor Lawlor, igaz? Nem. De nagy büdös. Lak, nem lak. Grasher, Arton Grunt szerver. Hail? Glenn? Unos No DLC? Nem. Hát nem az kell, de ott látod a nevet, az Art of Grant, a twitch.tv.artofgrant. Vedd ki a Missinget. Csak a Friends, de ott meg nincsen semmi. Már a Missing gondolom. A Missing ki van nyomva. Melyiket keresünk? Mondd még egyszer. Cruising 1. Grenshell Cruising 1. Aha, már van. Robi fölmegy, akkor talán látom. Hát figyelj, nekem még egy... Egy autó jelzik. Try again, install missing content. Hát én addig nem találom a szervert. Figyelj, tudok erre invite-t generálni. 58 percig fog tudni.
mert ezek egy kocsi volt cserélve, amit a fent voltunk három. Küldtem róla a linket. Facebookon. Köszi. Fél giga, az igen. Fél gigabyte. Igen. 470 maga. Wow. A link here. Zsír, join. BTG Nissan, igen, és az hogy volt? Ja, ott felvűr, jobb oldal. Nope. Hogyha a try again-re rá tudsz nyomni, akkor nyomja rá. A nincs ilyen, a nincs joy. Ahol mutatja a térképet a fölött. Try again gombod van? Nincs. Nyomj egy refresh-t, de... Vagy hogyha látom a kijelzettelenségét. Refresh, instant missing content, így már látom. Nem tudom mit csinál, biztos tölt. Jobb felül, ah, jobb felül majd. Van töltőget. Nem nagyon halad, de van valami. Van bent FD3-es. De aranyos, Escort 1800. Mondjuk az Alfa Stradale-t nem értem. A Skyline-t se értem, de úgy szép meg király. Kicsit túlbaszol ide. Persze. Jó, mondjuk ezen az úton egy Skyline-t kiautózni. Főleg, hogy van egy cruising tettve, ami direkt azért van az erős kocsi. A Togut írják T-O-H-G-N-nek is. A Lancernál van egy olyan tag. AVD, Shifter, Street, Inline, Turbo, Japan. És Tohge. Csak elbasztál. Hogy ez valami mém. Hát. Szerintem én ezt a Makinen Edition-t behozom. Az jó kis gép. Hát, van egy ilyen érdekes fixáció. Mivel nincsen 22B, ezért én is azt szoktam hozni. Mondjuk ennek a EO22B-nek a párja az EO4, nem? A vágom. De ha lenne 180-es X, akkor azt hozni. Pár hétig volt egy tök jó. Nem értem, mi befolyásolja az ilyen szervereken, milyen autók vannak. Tulajdonos. A pályakészítő nek a csapata ennél a szervernél. Várom én ezt a 180-es X képet. Aha. Akkor még ez a központos kamerám volt nekem is.
még annyira nem mentem bele. Mail. Ez jó kis gép volt. Lepít is azonnal. Aha. Tehát rá kell nyomni. Most lesz illusz, csak a contentek iránt. Aha, ott is van. Mazda, New Car Mazda RX-7. Aha, install. Kell neki az install. Kéne. És amelyik autónál mutatja azt a villanykörtét, annak állítható a címe. Nekem a Mitsubishi Evo volt a kedvencem a Colin McRae 2-be. De a sima fehér. A sárgára szoktam kapni. Még mindig nem tetszik neki. Na, akkor kikapcsoljuk, meg be. A háttér, ami neked van, 8 évvel ezelőtt volt még a raktárban a háttérkép. Ja, mutatok egy pár... Ja nem, az a benti gépen van. Még 200 válogatott kép változik folyamatosan. Egy megvettem a Steam wallpapert is. Egy időben nekem is ilyen mindenféle kép változott. Aztán jött egy Windows frissítés vagy valami, és hiába háttérbe változott az asztalon, bebevillant a kép. És befostam, hogy a videókártyám döglődik. Ja. Valamit én is tapasztaltam. Egy nehelem nem volt zavaró. Nálam nagyon zavaró volt, és nem tudtam elképzelni, hogy ilyen tök egyenletes tempóba úgy bebevillant. Majd egyszer feltűnt, és na akkor döntöttem el, hogy ilyet nem csinálunk. Hogy felment a legbaszóbb géppel rögtön. Ja, join. Ó, valaki elvitte a fekete Mitsubishit. Valamiért nem tudom. Inkább jössz mással? Nem, hozom a pirosat. Nem tudom, hol lehetnek a wallpaperjeim. Volt amúgy egy tök jó ilyen Star Wars-os wallpaper csomagom. Ó, vannak, nekem vannak berakva ilyenek, vagy érjenekkel harcolnak. Tudom én. 3PO éppen tegel egy rohadó TIE Fighter-t. Itt 21.9-re háttérképet találni. Ú,
van egy zseniális, ami Siriusnak is háttérkép, dupla monitoron. Az nem néz ki rosszul, ja. Az kúrő, csak ezt rendes méretben nem nagyon találtam meg. Mondjuk utána már megvolt. Vártam, néztem. Bent nekem egy időben volt egy baromi jó gyűjteményem, dupla monitorra, 24 colos Full HD-re. Akkor ott attól kezdve, hogy egyik oldalt szitek, másikon a Jedik, ugye ilyen növekvő sorrendben, középen meg Vader, meg Anakin. Vagy Vader, meg Luke. Nem tudom pontosan. Meg... A széles monitorra van egy tök jó Doctor Who-s hátterem, hogy mind az összes doktori fel van sorakoztatva balról jobbra. Mind a 13... Nem, 11... Aha. 12... A Capaldi nincs. Peter Capaldit van, annyira nem csípom. Én ott hagytam az első fél évad nagyon szar vele. De minden doktorral úgy van. Igen. A Capaldinak a vége... Se Smith, se Tennant nem generált. Minden doktornak a végénél úgy voltam, amikor Smith is bejött, hogy... Áh, nem lesz jó. Annyira hozzá nőtt a karakterhez. Ki volt az első? Mert hogy a tizedik. Igen, Eccleston. Kilencedik. Ja, igen, tizedik volt Smith, és akkor utána jött... Ugye volt ugye a 8.5 a War Doctor. A John Hurt. A filmből. Hú, na várjál. Van egy film, ami Tennant... Azt tudom. Az a Bad Wolf, meg... Bad Wolf-os, nem? Nem. Tennant Smith meg John Hurt. Az időháborúról szól. Szerintem én látom. Az a Black Smith vége. Matt Smith vége. Igen. Akkor változik át, akkor látjuk először Capaldi szemöldökét. Abban a filmben. Na mindegy, de attól még pótolni kéne valamikor, de akkor már csak úgy, hogy mindent megnézni megint. A csajt mondjuk nem nézem. Hát, de muszáj lesz azt is. Jó, és ez az evolúció. Ez nem ugrál annyira. A index nekem miért nem mutatja bent? Neked nincs indexed? Nincs. Az verseny Skyline. Jó. Abból kisporoltál. Súlycsökkentés, tesó. Nem tudom, hogy dudád van egyáltalán. Az van. Sárga a láncszerem? Fekete. Almenet közül nem tudok szint váltani. Ezen. Jó. Na mondjuk ezekkel... Ez jó autót hoztam. Ezekkel az autókkal verethetnénk az Alpokba is. Ezt mondom. Alpokra nincs szerver. Nem nagyon nyomják az Alpokra. Van ilyen, hogy Mulholland, az ilyen... Ajaj. Malibu. Nincs városos. Van transfogaras. Városos nem nagyon. Vagy hát van egy, de az
jobban gépgyilkos, mint sutakó. És sokkal kisebb. Dájkoku jó, de az nem cruise, az drift. Ugye ahhoz nagyon kicsi, hogy az cruise legyen. Transfogalos jól hangzik. Ja, az jó. Mostanában az is elég ritka. Elviszlek titeket egy szép hegyi útra, meg egy kastélyhoz, király parkolóba. Valamiért egy nagy szögletes térképen van. Igen. Az a pálya tényleg ekkora? Igen. Szép. Azért ennyire kidolgozatlan néhol. Igen. Mert... 0.4.41 jelenleg amúgy. Hogy vannak ilyen varázsló házok is. Meg hogyha az út közepén találsz követ, birkát, villanyoszlopot, ne foglalkozz vele, átmész rajta. Na azért itt is jó hangja van az R34-nek. Igen, és ez már azért lángol rendesen. Nem tudom milyen a szinkronja, hogy te akkor látod-e, amikor én. Én nem látok most lángokat. Mindjárt szólj, ha látsz. Hallottam egy visszahortyanást, de... Nem látod? Nem. És rengeteg egy gyulladt pedig. Jövök, megnézem én is. Most is. Most is. Se látom. Na, hát akkor nem olyan jó szinkronja, csak annyi. Olyan jó, hogy ilyen szűk az út. Nem olyan, mint Forzában, hogy mész, az azért öt autó elfér egymás előtt. Itt azért úgy tényleg meggondolod, hogy belekezdjél egy előzésbe, még így is, hogy tudod, hogy nincs forgalom. Hungar is a puszta kiadás. Ah. Hát figyelj, Monkeyval hasonló sebességgel mentünk, hasonló utak. 30 éve. Ezt már simították, mert sok volt a panasz, hogy nagyon rád az út. De mondtad, hogy a fejlesztő azzal védekezett, hogy de hát ilyen. Jaj. De hát a közösségi nyomás az ilyen. Mondjuk autóhangot kéne felvenni, de azt gondolom, itt benne nem tudok semmi gomb kombinációval. Ugye, arra nincs. De. Itt meg is állunk. Van egy ház jobb oldal. Nagy fék. Faszta kurva. Tetszik? Hát olyan hílentót nyomtam itt cipőbe, hogy puf. De ugye, hogy jobb cipőbe? Jobb. De csak ilyen tornacsukával, ilyen kínai zsva. Kifordulok. Én szépen beparkoltam, ki se tudnék szállni. Na, lesz sima audio, hangszóró. Külön tudod állítani a mastert, a motort, a szelet, a gumit, az ellenfeleket. Nem, innen én se tudok így kiállni. Clement? Well.
Az meg benne van a hát, bele lehet menni az épületbe. Hát, mert itt nincs hitbox. Direkt fejlesztés alatt kaptassanak mindenkit mindennel. Tehát rá, hogyha kicsúszol és beleesnél egy kőbe, azon a lábát tudsz menni. Nem fog kinyírni. Sok, kicsit vissza. Nagyon sok, nagyon vissza. Jó. Kicsit gyere előrébb. Én? Aha. Én ja, most topozom. Kicsit meg jöhetsz előrébb. Még egy picit. Jó. Aha. Jaj, de szép. Fú, de imádom az R34 elejét. Na igen, mit kell csinálnom? Lőjíts egy képet. Nyomd ki a neveket és lőj egy képet. Aztán töltőképernyőnek akkor mostantól legalább ez beadja. Na, mit kell nyomnom ahhoz? Mihez? Hát, hogy kinyomjak minden UI-t. Ja, csak a nevet kell. A többit az kiveszi. Csak a név marad be. F9? Nem. Ctrl L. Jó van. Fotomód. Hogy van fotomód? A jobb oldali menüben. Az általad megadott fotografik lófasz. És hogy lehet menni? A robot. Mi? FOV. F5-ös kamerát van használ. Jaj. Ezt a rolt viszont majd ne használd veled közben, mert ez leveszi a tempót a kocsiról, vagy nem tudom, hogy vagyok szép. Replay-ben lesz egy plusz szín hűl is, ahol ki tudod nyomni a sofőröket, tudod kapcsolgatni a fényszórót, ilyen. Kapcsolsz egy lámpát, Kalant? Ups! Várjál, átszínezem az autómat. És itt a fehéred. És most Ctrl bar klikk a kocsidon. Igen. És a Ctrl bar klikk. Ja, Ctrl bar. Ja, és akkor a fókusz. Aha. Igen, és a field number-t húz le. Fókusz távolság mellett. Nem a fogot, hanem a fókusz. Nek a jobb oldalját. Melyiket mondod? A focus at melletted a fee number, vagy F number, vagy nem. Azt húz le. És különböző filtereknél lesz különböző erősségű. És ha itt a fotografikon hagyom, akkor bent is átállítja a fotografikra? Hát akkor most úgy hagyja, hogyha kékszeled. Lehetünk? Kontroll. Zene. Mondtál rá valamit? Vagy mi a hang? Hogy tudom felvenni a motorhangot? Ja. Jobb oldalt menüben sem már lesz egy ilyen ide audio hangszoroikonnal.
Tudjunk. Jó van, mehetünk. Hú, a diffi az működik. Oké, parában a lejára. Jujj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 uj
aztán ott találkozunk. Jobbra? Jobbra, aha. Azt. A hídakon lassan. Szembe jött egy tranzit. Egy, szembe repült egy tranzit. Igen. Hoppá, ott van baj. Most nem értem, hogy vannak NPC-k. Hát négy darab ezen a 1000 kilométeren. Na mondjuk ide nem kell a nevek. Kicsit jobbra. Hát, nem így terveztem ezt a kéziféket. Jézus, ez az út, nem mondom, hogy ilyen. Nem hiszem el, hogy Skóciában olyan út van, mint Bács megyében. Pedig de. És egyébként a pályán várok feltök, hogy Minami. Annak ellenére, hogy ez itt nem Minami. Robert? Tessék? Semmi. Vadulok. De nem kellett volna. Az ott egy autópálya a szélén? Aha. Ja, igen. Van egy jó vastag autópálya. Szörnyűség? Az jó, de hát nyilván unalmas az egész. Ja, biztos. Ja, a sutakó is tök unalmas. Ez egyenes. Tehát, hogy itt nagyban sok kanyarnak tűnik. Tehát itt térképen, de amúgy nem. Csúszunk ki, akkor felmegyünk oda. Az a fordulat 120-as tempónál? Hát 3004-et mondtál, úgy sokkaltam hirtelen. Hát valahogy úgy 3000 per 100. Itt balra. 5 alatt. Azt! Azt a kurva eget! Jó, áncsi leszek, mikor lesz kész ez a pálya. Hát újra aszfaltozhatnák. 2025 november. Szerintem volt szerencsém ugye a legelső verzióhoz is. Kíváncsi leszek, mi lesz kész hamarabb, ez vagy a Star Citizen? Alig megy fölfelé. A csávónak egyébként van egy rohadt nagy cruise pályája, az is nagyobb, mint a kanyon. Az sokkal jobban ki van dolgozva, annak is városok. Miért nem ott vagyunk?
tök jól megcsinált egy jutak, mert jelenleg ezek a menő szerverek. Nem a Glencoe. Jó, de Clement Alteres. Ja. Na mutasd, mit tud ez a Skyline? Nem látom előre a térképet. Ja, mert egyenes van. Aha. Hát a Skyline többet tud, mint én. Majd ez mindjárt megbont hozzá a lakzat. Kicsi balos, hagyjuk. Kell kapcsolnom a klímát. Jó, szerintem lassíts. Miss shift. Itt meg majd főleg lassíts. Jó, milyen itt? Fülig ér a szám. Az enyém. Na hát így tudok driftelni is. Ez egy... Mi a fasz? Oh. Na, a korlátok inkább úgy működnek. Én nézem, van itt a teleport. Segítek. A korlát mögé kéne bejönni. Aha, van itt. 870 méterre egy. Gyere, Robi, gyere! Dír-dúr-dír-dúr! Ez az... ezt így... látni, ez nagyon csúnya volt. Ez belső nézetből élted át? Igen, most váltottam át valami olyan nézetre, amit leírni nem tudok. Hát, valamerre mozdult. Ez itt tök jó drifte. Nekem se jöttél. Rátöttük. Hopp! Mi a szar? Mekkora birk bárány. Hopp, én lezontam. Oké. Örint teleportálok. Hova kell amúgy? The Northeast. The Paraleum. Nem drivers. Extras. Teleport. Aha. Northeast. Szerintem először ez az autóra tapítva. Ott el vagy melyik? Nem, NE és The Paraneo. Na és fent vagytok a helytetőn, vagy merre? Jön ez, de fentebb. De. El is indultam lefele veled szembe. Én nem tudom merre kell menni. Ja, akkor... Ja, de azt hiszem látom. Jobbra. Kézifék. Átmentem a sziklán. Jó, igen. Ezt tudtam volna előbb. Fasza. Korlát!
csinálunk mondjuk... úgyis a puszta térkép. Ezen azért lehetne... Ennél még keményebbre fogunk mindjárt felmenni. Elég nagy baj. Még mindig a pályáról beszélünk? Majd csak. Jöttünk. Mondd, hogy képzeltem el. Így. Érdekes pálya. Ez a egyes. Felmegyünk balra majd. Nyugodjunk meg. Ohohoho. Ötvenes hegyi szakasz. A sebessége? Hát. Furták át a hegyet. Nekben ilyen út. Akkor lenne alagút és lehetne. Igen. Akkor nem válaszolnám. Sututúzni. Bocsa! Rally autó! Még csak a fele. Hallod? Gyerekkoromban ilyen mintákat hagyott a cép. Hello! Na, hova kell teleportjázni? NE, és ez a The Panoreum, vagy ilyesmi. Legalsó. És itt akkor jobbra fel, igaz? Hát az hagyja szart térképe, ez a kukac nyomon. Nem vagyok el Richardban az. Nem látom az utat, baszki. Én a nézőknek autózok.
Csak nem látványra... Én meg azt értem, mert... Csak nem látványra, hanem fizikailag nekik. Jó, majdnem, majdnem. És hegymászás? Bokron át? Néha nem látom az utat, ha úgy emelkedik és közben kanyarodik. Vicces. Ne borulj fel. Például itt se? Oké. Állj meg, ure! Ukjunk. Na akkor. Megpróbálok kívülről nézni. Megfenek lettem? De még az sem kizárt. Miért nem csinálnak ebben a játékban terepjárókat? Itt van sivatag is. Nyilvánszal fizika. Kézifékes elindulás? Nem, de ide egy öreg Land Rover 95 dízel lóerővel jobb volna. Hallod, az 900 fokka embertelen. Miért kell amúgy 900 fokkal játszani? Válasz egy. Mit? Hogy válasz egy. És értelme soka nincs. Ez az igazi. Tehát nincs oka igazából, hogy 540 fokkal játszottam, kb. Fél évig, amíg megvettem az új gépet, és azóta nem tudom állítani a kormányszöget. 540 fokkal driftelni is iszonyat könnyű. Nehezebb. Könnyű. Könnyű. Ja, hát akkor mi a fasz, hogy szenvedek 900 fokkal? Mert az az igazi. Meg sok, meg fontosabb, hogyha már végre tudod, mi van. Meg kéne tanulnom 540-en, nem? Hát én 540 után legalább fél évig szenvedtem, mire újra megtanultam driftelni 900 fokkal, úgyhogy lehet, hogy egyszerűen megtanultam. Bazzag, ez bevehetetlen. Mi a faszom ez az út? Ha Skóciában van ilyen út, akkor meg is érdemlik. Alkoholista barmok. Ez nagy eséllyel hozzáadottunk. Full alkoholisták lehetnek azok. Alapjáraton kell bevenni. Nem fordul el úgy az autó, hogy pumára alá van szedve. 5 km per órával. Nem járda ez? Elment az összes hang, ilyenkor mi van? Oké. Okay. Valami olyanra csapó billentyűzete, mert úgy alá akartam szedni, hogy ugye elment minden hang egy kis időre. Azt meg, hallod, még egyszer el nem jövök innen erre. Értelme nincs. Ja, de kapjuk kormány. Inkább bekapjuk. Kikúzolok arra az egyenes helyre. Mindjárt kiérünk, Rügi. Tényleg nem oda tartunk? Nem azt mondtad? Hát, de először meglátogatunk egy kastélyt. Először meg akartam mutatni a
ezt a helyet, hogy tudjuk, hogy utána tudjunk minden mást becsülni. Hát ezt is megnéztem, legalább tudom, hogy hol nem akarok jönni. Ez jobbra lesz a térképen, akkor én megyek balra. Ott lesz, hogy kerülő 500 km, akkor én arra elrántom a kormányt. Baszd meg! Meg ezek a sírkövek itt az út szélén. Azt nem mondom, hogy ez logikus, hogy ilyen Skóciában ilyen út van, ahol ilyen köveket letesznek ennyire a peremre. Honnan tudjam? Keveri a fikciót a valósággal. És ezt szarom, én csípem. Megint kiestem. Nézzetek már egy másik teleportot. Itt a közelben aztán nincs. Akkor kezdem előről. Hát itt tudod, itt inkább ne, jó? Akkor inkább valamelyre másfele keres egy portot. Igazából itt ennyi volt ez a szűk szakasz, tehát közelben nem lesz több. Menjünk. A N-E Vildu. Jössz, Robi? Jövök fel. Hát, máshol vagyunk nagyon. Na, akkor majd merre menjek. N-E viadukt. Jó, egy viaduktot én is meg, ugye meglátogatok. Oké, fél pillanat. Nekem is. Csak bele kéne kezdeni a pályakészítésbe. Na itt vagyok. Kezdeni a pályakészítésbe. Milyenbe? Át tudnék itt a környéken. Egyet igazából már elkezdtem, de az a Remblenderben az a baj. Ugye ez úgy van, hogy Blenderben meg van csinálva. Azt kéne megtanulni, az lenne a jó. Van a Racetrack Builder, de az egy kicsit már nagyobb a pálya, vagy elkezd sok elem benne lenni, akkor nagyon elkezd FPS-e váró lenni.
Itt is ugye közben van egy csomó tábla, hogy nevedd meg a racetrack builder-t. Vannak ilyen szövegek, hogy real friends don't let their friends to buy the racetrack builder. Hát igen, gondolom építés közben ők is tapasztalták. Úgyhogy megvettem én is. Jelen. Mehetünk jobbra. Várjál, itt a vezetékeket már megint taposom. Nagyon jó helyen lógtuk, bazd meg. Egyes alapjárat, gyorsulok. Szenyedtem, Pogman. De te fékezgetsz is? Nem. Menj egy picit jobban gyorsulok. Célárnyék? E. Hagyok egy kis követési távolságot a kártyú miatt. Gyorsabban jöttem ki, mint ahogy bejöttem. 1,5 kilométerre. Ha távolodsz tőlem, akkor eltűnik a kipufogód. Ez itt jobb út. Szopka. Majdnem elkiáltottam magam, hogy shortcut! Megvagy? Ittam. Iszik vagy vezet? Jobbra mi van az út? Talán van szakadva? Csak a térképen. Múltkor megnéztem. Már megint az evokán felállás. Múltkor mit is? Mondát fogtatok közre?
bocsa. Azt hittem, hogy sima visszaváltás megoldja a sebesség különbséget. Ezért elég egészséges 130 a mennyi hegyi út. De hogy mennyire 70-nek tűnik 160. Igen. Ezért nem néz ki rosszul. A bal oldalt néztem, hogy tükröződnek a vízfelszínen a dolgok. Na, az lehet, hogy kinézhet rosszul. Igen, azért mozott el a figyelmet. Beír. Kicsoda? És állják neki beszélgetni vele a képekben. A rajzolod a betűt képpé válik. Csak tereld el. Vagy bedobjam a Twitch linket? Inkább ráírok személyesen. Itt ézd. Ki az? Easter. Valami... Hello? De durva. Zene szól még? Szerintem valós járatotlan. Ja. Mindjárt rakok. Megállom. Merre megyünk? Jó, mentik. Jobbra. Mondsz jó. Azon forró, hogy egyesbe állítod le. Nem rossz, csak ki kicsit fog. Szar ez gangster, ez hülyeség. Ez nem... Ez Eszter én... vajon érti, hogy működik a Discord? Ki az az Eszter? Valami csaj, aki az én Discordomról jött át, hogy az Ettos van. Ki lökött meg? Hát én egy helyben állok. Ez remélem lejátszási lista lesz. Mit csinálok neked ilyet? Hát, ha így. Eszter, de faszi neve. Vagy faszi mi? Lehet. Szerintem
Hozzá még nem Eszterként csatlakozott. Írt. Visszaintegetett személyesen. Wow. Aztán ennyi. A híd mindig veszélyes. Miért? Mindig erős gombok vannak. Motorfékhoz nem. Nem az a miért, hanem Robi nem. Miért vágott már megint picsán. Nem volt elég motorfékhoz. Eszter kifizette egy üzenetet a beszélgetésünkben, az integetést gondolom. Lehet, hogy jól helyzetnek. Behívjuk ide a szobába, akkor van semmit a... De ilyen beszélős programokat, tehát ilyen voice chateket miért használnak irkálásra emberek? Szerintem még nem tudja, hogy működik. Az amintha... Igazából... Mycream-mel rajzolnék, vagy értetted? Discord az egy ilyen... külön... social platform. Ja, az igen. Rengeteg mém oldallal, meg ilyen... hír oldallal. Na, akkor itt felmegyünk balra. Ezzel az oldalon? Igen. Ja. Ja. Kerestem az utat egy darabig. Hát a sorhat az érzem. A tiéd az ilyen nyen, ez meg azért oroszlán üvöltés. A tiéd csak én. Jó. Azt mondja unalmas, hát ez a legkirályabb út ezen a pályán. Alig megy fölfelé. Pont olyan magasan van a monitor, hogy nem látom kilométerórát. Remélem mindjárt lesz lefelé is. Várjál, lassítok, mert közben visszaírok. Na, meg lesz a 3 kiló. 2-10-szel az emberek. Jajjaj, a zsírozott lejtő. Milyen szélzaj van. 3-28. Gyerekek, kéne szólni, hogy itt van a ballácsok.
csapágyozni kell majd. Azok a csíkok az úton, az... Mondom, hogy alkoholisták ez a Írország. Hogy se fognak titeket utolérni. Az üzemanyag itt reálisan fogy? Azt hiszem 50%. Meg akkor a gumi 60 is. Literrel indultam el. Benzinkút nincs sehol. De a kitnél. Tényleg van egy benzinkút. És ott meg tudod tölteni. De jól néz ki gyülekező helynek. Ez a legnagyobb pálya, ami van a játékban. Aha. De nem tudom, csak 100-zal mennünk. Álljunk meg, Robi, kapcsoljunk egy zenét, addig utolér a kolléga. Hát ezen nincs index. Vududududu. Alapjárat az... Ez drága volt. Hangalapjárat. Rógy, le vagy rúga. Nem, én nem. Még nem. Nézzük valami komoly muzsikát. Ennek a hangja volt, hogy hármasból hirtelen egyesbe. Fordított pedálos videók? Rakjál be egy fordított pedál DIY videót zenének. Hello my friend, today I will show you. Mint a lábamra esett a kurva kibaszott vezeték. Akarom mondani a csuda vigyel. Így biztos hallani fogom a zenét, amit ki akarok válasszani. Nagyon buzerátor zene. Ez még rosszabb. Ettől bealszunk, ez már volt. Hoppá, itt az autópályán a háttérbe. ATB? Nem, mi? Robi azt se tudja, mi az. Mit? Nem figyeltem. Jön Timi? ATB? Nem. Oh, yes. Igen? Nem. Jó. Nem értem. ATB? Na jó, de csak hogyha utána jön egy tatu. Ez jó. Viszont jó. Na ez kibaszott jó lesz. És akkor hol van a... Discord, ami egy platform. Eszter diszkonnektálódott? Hm. Én nem az Eszter. Besélt az Eszter. Jól megy és keveset eszik. 5 liter tesa per kilométer. Per olaj. Szerintem nagyon nagy ívű ám.
veszélyes sebességgel adok szóljatok már. Huligán! Hamar ki fog fogyni a benzinom. Ha. Minden autóba tettem. Húzba. Főcsök gyerek, be akartak húzni elém. Jó, most nem merek lement mögött menni, mert rábüntetőzik. Az ugratom? Hát most már, 2:20-a. San Francisco volt, nem? Ez mondjuk nem lenne rossz. Egy dolcsa, amit húzták. A mozgó villamossal. Figyelj, kézifék lehet? Aha. Tudod már rángatja. Nézzük. Itt a kanyarok. Veszélyesen közel vagy, az a baj. Iiii! Kári! Tehát egy csokra. Oh. 2:40-nél a kézifék az nem volt probléma. 4 percig csúsztam kilincsel előre. Ne vicceljen már meg egy összkerekes autó. Piros lámpa jelzi a váltást. Dolgozott házak. Jaj, bocs. Istálló ez, nem? De, hogy bejöttem. Jó ám. Én taposom a féget. Becsukom a szemem! Én bicikli úton folytatom az utam. De amúgy középen ez micsoda? Itt mi történt? Tehát oda összesöprik a port. Haló? Ez nem proda átment. Én simán átjöttem, előleg át kéne tudni jönni. Mi ez itt az 9 és 3 negyedik vágány, baszol? Hát de... Próbáld a bal oldalon. Hát én a balon próbáltam kifejezetten. Wow! Gázzal? Ha félsz, hogy neki mész, fuss neki egy kicsit. Rossz volt tiszterek. Neked is lassul az autód? Olyan, mint valami 95-ös dumpája. Tényleg. Bevelő. Jaj. Látottam. Egy ember csinált egy ilyen mapot, vagy sokan? Egy. Most rakja befelé egyesével a szírszarokat. Így van. Szép. Azért nem panaszkodok én semmire. Szép a ahhoz képest.
push me the box! Menjél! Pedig még a lámpát is lekapcsolhatom, hogy a generátor ne fogja annyira. Éjszakon valahogy gyorsabban ment. Azt tudom, hogy hova megyünk, amit a, nem tudom, egy ilyen csillagkapu. Féregjük. Nekem olyan, mint ha lefelé mennék. 3.30. Most már úgy tűnik. 3.40. Na jó, itt üresbe szerintem. 3.40. Ez negyedik lett. Az ötödik még mindig gyorsabb. És itt merre? Átadtam ekkorra. Ó! Ott majd lesz egy kis meglepetés. Lassítok. Igen, volt meglepetés. Hely, lassítottam is. Én nem. Nyilván én dobom el. Kengyel futó nyalok a dudakének, bibi. Majd ezek a részek nagyon szépek lesznek, akik dolgozzák. És most jöhet az Anakinos mém a klónok támadásával. Ugye szép lesz, akik dolgozzátok. Ugye szép az? Ugye? Ugye nagyon szép. Arra kéne írnom már valami jót. Az égtől már ne bánjam el magam például. Hát az úgy jó. De az 8K-s. 8K-ba fotóztál. Meg a cserepogárnak az izegését is felvették 42 darab HD mikrofont. Ja nem, az a Forza Horizon 5. Na megyünk? Ja, ez az út. Az is inkább járdának tűnik. Tekintsünk el attól, hogy átláttam a textúrát. Persze, készülőben van. Most mi beta teszterek vagyunk. Ilyetek sem egy fölfelé? 2.31, 2.34, 2.7. Métereket számolod? Sőkilométer maga. Pripyat. Merre kéne menni? Merre. Hát, eléggé Escape from Tarkovos a pálya. Ja. Clementhez mindig szólnak, hogy itt fog a szerver. Ghost Simulator.
látszik, ez az út jó felé halad. Megérezte az autópálya illatát. De biztos elmegy mellette amúgy. Erre prod egyenes? Uh-huh. Oha! Nyuszi vagy McFly? Szeretnéd. Oha, miért? Ja nem, mi vagyunk egyenesen. Ó, mi lesz ott? Majd egy 20 perc múlva. Tényleg? Shortcut. Valóban. Szép. Nem már. Az mi tört? Mi az Isten történet? Te szarházi. Mondjatok, hogy brékel a kocsi. Brékel a kocsi. Jött a teleport. Hol vagyunk mi? Northwest. Southwest. Igen. SV. Figyelj csak, lehet, hogy villog minden a pofámba. SV melyik? 6 kilométerre van a spawns. Akkor nézz egy Gex-et is. Három kilométerre van Gunma. Ezt ismerem. Vagyok Gunmánál. Engem nem engedett a teleport. Ja, de? Ja, jöttek ide. Gunmán. Csapatunk egyet Gunmán? Tudti. De ez még ilyen Gunmán? Itt van a bejárat. Várjuk Rovit is. Mert a térkép nem mutatja a pályautakat. Robi, ide vezetsz vagy? Oda. Ja, oké. Okay. Gyerek, levent mutatom gummát. Ezzel nem miért tudok driftelni? Figyelj, mert, látod? Mert munka a fordás vagy, és ezért all-wheel drive-val driftel. Gondolhatod, hogy ott mennyit old... 90-10-re állítottam a közösön. De elkaptam, elkaptam. Nem hagytam annyira, hogy alászedje ő magának. Ez a trükk. És Írországban mi a kedvenc területed Gunma? Földrajzórán ezt nekem. Ezután meg könnyebben tanulok meg driftelni. De jó, mi a... Vagy vagyunk. Várjál, ez még nem az út. Fordítva vagyunk. Már hogyha ez itt tényleg Gunma. Mert mi nem jössz tényleg valami, nem itt. Igazából a Gunma az csak egy megyének a neve. Meg itt van rá egy pálya. Tehát van egy kis... Mi? Én meg emelre jöttem. Ha mentél a másik útra, akkor szembe jössz. Na ez összkerék. Fölmegyek. Mi? És ez... És ez hogy van? Ez biztos Gunma. Hát... Annak a tartás. Én nem tudom, hogy ez mi akar lenni amúgy.
shortcut. Basz meg. Hány kilométer ez a pálya eddig? 1000 plusz. Nem tudni pontosan. Tojára miért ez ilyen 1070 valamennyi volt. Na, hát akkor teleport. Nem, most soha teleportáltál. Nem tudom. Szerintem nem gumma, csak átverés. Srácok, szerintem én elköszönök. Egész jó volt ez a majd. Oh. Na, jó játékot. Jó, szerintem... Nem tudom, mi legyen. Lehet, hogy én is lépünk, most elég érzem magam a fáradva. Na, én is. Na, csövi. Szóval. Nagyon szép vastag fánykot rajzoltam már ide. Azt a kurva jöjjön. Biztos elküldtem az Azettó kezdeteket.